Kedves közönségünk, barátaink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Debreceni Egyetem Közművelődési Titkárság Kulturális és Szervezési Iroda nevében, dr. Vággölgyi Istvánné festőművész, Ecsetnyomok című kiállításának megnyitóján. Tisztelettel felkérem Szénási Miklós költő, újságírót a kiállítás megnyitására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves érdeklődők, szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a szép pünkösdi vasárnapon felkerekedett reggel, és eljött erre a nagyon kellemes, népszerű, kiállító helyre, hogy részt vegyen ezen a mai tárlat megnyitón. Ha valaki úgy indult el, hogy az Aranyellipszis című tárlatot szeretné megnézni, jó helyen van. És az is jó helyen van, aki az Ecsetnyomok című tárlatot szeretné látni. A két kiállítás ugyanaz, menet közben volt egy pici változás, de tulajdonképpen mind a két cím ugyanazt az üzenetet, vagy egy fontos üzenetet fogalmaz meg. Az Aranyellipszis, a kép egyébként itt van a hátam mögött, bocsánat, ezen az oldalon. Eleve az aranyszínnel pontosan tudjuk, hogy az aranyszín az mindig valami értékre utal. Valamire, ami több, mint a hétköznapi, ami több, mint az átlag, ami sokkal komolyabb, ami maradandó. Az ellipszis, bizonyára jártak iskolába, és tudják azt, hogy a geometriából ismerhetjük ezt a formát. Egy olyan kör, egy olyan lapított kör, aminek két gyújtópontja van, és az egyik gyújtópontjában, ha művészetről beszélünk, mondhatjuk azt, hogy az alkotó van, a másik gyújtópontjában pedig a néző, aki látja ezt. Az Ecsetnyomok szintén üzen valamit, üzen arról a régi emberi vágyról, elképzelésről, hogy nyomot hagyjunk magunk után. Éveken, tíz éveken, századokon át akár. És ha már itt vagyunk ennek a kiállításnak a megnyitóján, akkor én segítségül kérem a papírt. Néhány sort, néhány gondolatot leírtam Önöknek. Amikor az ember levesz a polcról egy könyvet, beül egy színházi előadásra, vagy egy filmre a moziban, két változat lehetséges. Vagy pontosan tudja, mire számíthat, mit várhat, amikor éppen ezt a kötetet ütötte fel, erre a színdarabra vagy filmre vett egyet, vagy egyszerűen kíváncsi. És lesz, ami lesz alapon, szeretne belemerülni valami ismeretlenbe. Valami újba, találkozni valamivel, ami addig még nem, vagy nem úgy volt a szem előtt, és amivel nem olyan viszonyban volt. Én arra buzdítom Önöket, legyünk felfedezők mi is, akik itt vagyunk ebben a teremben, nézzünk szét, és próbáljuk megérteni saját erőből, amit látunk. Ez mindig a nehezebb út. A nehezebb és a szebb. Amikor valaki iskolába jár és elolvas egy verset, kap hozzá segítséget, kapaszkodókat. Tudja, ki volt a költő, mikor élt, hogyan élt, mit gondoltak a verséről az irodalomkritikusok, azaz, mit kell gondolnia neki. Tudja, ki volt Arany János, Petőfi Sándor, József Attila, talán azt is, hogy ki volt Kassák Lajos vagy Pilinszky János, és hogyha kezébe veszi egy-egy versüket, azt is tudja, nagyjából tudja, mit jelent. És ha lát egy Michelangelo festményt, egy Munkácsi képet, egy Picasso-t, egy Miró-t, egy Klimtet, akkor is elboldogul, mert tudja, mit kell gondolni róla. De ha kap az ember egy szöveget, és fogalma sincs, kinek a versét olvassa, vagy lát egy képet, 10-et, esetleg 28-at, mint itt, és nem ismer az alkotót, akkor akár úgy is érezheti magát, mint egy szakadék felett átívelő üveghídon. Némi túlzással persze. A lényeg, hogyha jó iskolába járt, ahol gondolkodni is megtanították, akkor most sem fog zavarba jönni. Vággölgyi Istvánné tárlatának képe előtt bátran vállalkozhatunk arra, hogy felfedezők legyünk. A festő hosszú időt töltött a pedagógusi pályán, az oktatás világában, ahol úgy tudom, magyar és rajzszakos tanárként dolgozott, és nem csak leadta az órákat, szakköröket tartott, irodalmi műsorokat vezetett, sok-sok fiatalt látott el életre szóló útravalóval. A tanítás mellett nem sok szabad ideje lehetett, ezt tudjuk, ez egy ilyen pálya, 0-tól 24 óráig tart, és amikor kevesebb elfoglaltsággal kellett megbirkóznia, elemi erő vitte az alkotás útjára. Persze nem a semmiből érkezett ez a képessége, mindig is ott volt benne, és nem csak lappangott, mert amikor festett és pályázott munkáival, nagyon szép sikereket ért el. De igazából az utóbbi években tudott kiteljesedni, amikor szabadabb lett, amikor felszabadult az élete. Amikor Vággölgyi Istvánné fest,
nem törekszik tudatosságra minden ára, hanem hagyja magát belekerülni az alkotás folyamatába. Ez egy nagyon fontos elem. És hogy mi kerül ki a kezei közül? Azt itt láthatjuk. Az absztrakt, vagy ha úgy tetszik, nonfiguratív alkotások sajátos, izgalmas világa, mely érzelmek sokaságát válthatja ki belőlünk. Szerencsés helyzetben szinte pontosan megsejtjük, még szerencsésebb esetben egészen pontosan megérezzük, amit a művész üzent. Megérezzük, amit akkor érzett, amikor dolgozott, amikor létrehozott valamit, ami addig még nem volt, nem úgy létezett, és ebben a formájában csak is rá jellemző. Rá és ránk. Mert egy vérből valók vagyunk. Egy életünk van, tele olyan emlékekkel és álmokkal, amelyeket valójában már ezer és ezer évek óta cipelünk magunkkal, mert ilyen álmai és ilyen emlékei voltak a szüleinknek és nagyszüleinknek, az ő anyjuknak és apjuknak, és így tovább visszafelé az idő óceánjában száz és ezer és tízezer és százezer és még több évekre. Nem létezünk öröktől fogva és nem is élhetünk örökké, de van egy örökségünk, az életünk, az érzékenységünk, a világ, amiben létezünk, a formák, a színek, az álmok világa. Vágvölgy Istvánné formái, színei hatnak ránk. Üzennek arról, amit tud, amire emlékszik, amire álmodik, amit fontosnak tart. Nem zárja képzeletét a való világ sablonjaiba, s bár nem a megszokott elemekből építkezik, de nem is lehetetlen úton jár, ahova nem lehetne követni. Önök helyett a felfedezés útját senki nem fogja tudni végigjárni. Önök lesznek azok, jelenlévő érdeklődők, akik elindulnak a kiállítás képei között, és elindulnak az egyik irányból a másik felé, tűnődnek, töprengenek, próbálják értelmezni, amit látnak. Én is végigjártam ezt a kiállítást, meg előtte is belemerültem az internet világa segítségével és a művész fotói segítségével abba, hogy milyen is Vágvölgyi Istvánné világa. Mesélhetnék arról, itt és most, hogy a képeket látva bennem miféle gondolatok éledeztek, hogy egyik másik alkotás számomra a gyerekkoromat idézte fel, amikor még olyan sok időm volt, és tanulás helyett egy délután akár két könyvet is el tudtam olvasni, egyetlen hosszú délutánról beszélünk, de felidézik azt is, mennyire szerettem a tudományos fantasztikus regényeket, a bolygók és csillagok között kószáló űrhajósok kalandjaival, a tér a világ tágítását. Vagy eszembe villan a zene is. Finom hard jazz, ami egy öreg rádióból szól, egy régi bútorokkal teli szobában például, én, vagy akár önök, egy sűrű szövésű pokrócban burkolózva ülnek, és nézek kifelé az esteledő városra, és látom, az égen végigfut egy élénk fényes pont. Talán műhold? Talán hullócsillag? Ki tudja? És a táj is emlékeztet valamire. Talán tél van. Talán nyár. Fekszem a fűben, nézem a felhőket, hallgatom, hogy zajonganak a madarak a fák ágain a szélben. Valódi madarak, mert lehet, hogy nem azok a kép alapján, de belelátjuk őket, mert ott vannak. Ezek az én emlékeim, az én képeim, az én érzéseim arról, mit üzen nekem az alkotó, aki elhozta a képeit Debrecenbe. És hogy amit mondtam, találkoznak-e azzal, amit a festő érzett, amikor az alkotás folyamatának középpontjában állt a vászon előtt? Itt szinte mellékes, hiszen a képet, tehát régi gondolat nem az enyém, legalább ketten alkotják. A festő és önök, mi a nézők. A kíváncsiság és a megismerés labirintusa és szépsége itt és most önökre vár. Arra vár, hogy induljanak el, és legyenek részesei a művészet magával ragadó kalandjának, és fedezzék fel Vágvölgyi Istvánné képeit. Itt jön el az a pillanat, amikor azt szoktam mondani, hogy a kiállítás megnyitom, gratulálok a művésznek, és a művésznek gratulálok, a kiállítást megnyitom, de még maradjanak el, én arra kérem önöket, társuljon ezekhez a szép képekhez, szép muzsika, egy kiváló gitárművész Bakos László jóvoltából, aki hat húron kelt életre az univerzumot megidéző képek előtt. Köszönöm a figyelmüket! Thank you.
Thank you.
Megköszönöm Szénási Miklósnak a kiállítás megnyitását. Megköszönöm Bakos Lászlónak a csodálatos dallamokat. Megköszönöm Vágvügyi Attila grafikus művésznek a kiállítás rendezésében nyújtott segítségét. Megköszönöm a művésznőnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta és elhozta Kisújszállásról a kiállítás anyagát, és ezáltal betekintést engedett sajátos művészi világába. Önöknek pedig, kedves közönségünk, köszönjük, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Köszönjük a figyelmüket! Még kell, viszont. Korábbi van, mindenki, hogy csinálja a másik.